továbbra is támogatjuk a nyári táborokat, erdeiskolákat, a gyerekek úszás oktatását, tornatermet építünk a kőbányai darazsakkal, a tervek szerint rövidesen a harmat általános iskolaudvarán, ez is az önkormányzat közel 200 millió forintos rész biztosít. Az intézményben 212,5 dolgozó dolgozik jelen pillanatban, akiből 200-an itt vagyunk a mai rendezvényen. Az összegyűjtött hulladékot talicskával hordták el, rengeteg zsákot töltöttek meg vele és teherautóval szállították el. A sínek mellett talált szemét között nem csak háztartási maradékot és építési törmeléket találtak, hanem videókazettát és kamerát is. Egyre több család szereti elvinni a kutyáját nyaralni. Nyaralni pedig ugye akár belföldre vagy külföldre, azért attól függ, hogy egyre több kutyabarát hely van, de csakan embereket várnak, és családokat kutyástul nagyon szívesen, ahogy tudnak viselkedni mind az ember, mind az állat egyaránt. Becse és Zsuzsa nem mindennapi kiállítását nyitották meg a Kőrösi Galériában Kőbányán. A megjelenteket dr. Murai Gábor, a kőrösi munkatársa köszöntötte.